lássuk a komplex függvények görbe mentén tárgyának az első feladatát, ami már rögtön egy kvíz példa volt, tehát megvan az FZ egyenlő rezéve, ugye ez egy folytonos függvény, a görbénk az pedig, ugye jól emlékszünk rá, ez azt jelenti, hogy az origó, ugye nulla, origó középpontú egy sugarú kör, vonal, pozitív körüljárása, és akkor ennek a körvonalnak a mínusz i pontjából megyünk az egy pontba. Jó, természetesen ez a körbe, ez ugye szakaszonként sima, meg egyszerű, mert az elméletből tudjuk a feltételrendszert, hogy mikor is beszélünk egy komplex függvénynek a görbementi integráljáról, ahhoz vannak feltételeink, mint például az, hogy a függvény folytonos legyen, ez a gamma pedig ugye folytonosan differenciálható, és akkor ezen összefüggés alapján fogjuk meghatározni ezt az integrált, ami egy komplex számot fog adni. Jó, nagyon hasonló ez, mint a valós esetben, hogy csináltuk ugye a görbementi integrálokat, tehát igazából nagyon sok újdonságot itt ez nem fog jelenteni számunkra, egy kis integrálás lesz csak benne komplex számokkal. No, de először is azért rajzoljuk már le az utat, ugye? Tehát itt van a gamma görbénk, ami az egységsugarú. Egységsugarú körvonal. És a pozitív irányítás, ugye ezt megbeszéltük, hogy az az óramutató járásával ellentétes. Tehát a pozitív irányítás. És megkeresük a ja, hát a mínusz i pontot, az itt van, ugye, ez a mínusz i, meg az egyet, tehát akkor alapvetően ez csak egy negyed körív lesz. Jó, mert miért kell ez nekünk? Azért, mert paraméteresznünk kell ezt az utat, ugye, ahogy né, paraméterezni. Tehát, ha ki akarom számolni ezen gamma görbe mentén az f komplex függvénynek a görbe menti integráját, akkor paramétereznem kell. Ugye komplexben azért jó, mert itt a gammát, amit persze a zt, ugye már a z betű helyére kell majd beírni, ugye itt a görbének a paraméterezését. Tehát ebben az esetben egységsugarú körnél nagyon egyszerűen i ad i t alakban tudjuk fölírni, és hát arra nem jól is emlékszik, hogy egy ez itt, ez a pont a t egyenlő nullához tartozik. Hát ezt nem is tudom milyen betűvel írjam, meg legyen kék. Tehát ez itt a t egyenlő nulla, ez itt a t egyenlő pi per 2, és nyilvánvalóan, hogy ez itt hamarabb van, úgyhogy ez a t egyenlő mínusz pi per 2 fogom írni. Tehát ugye a t paraméter az pedig a mínusz pi per 2 és 0 között van. Jó, tehát akkor már is megvan, hogy ugye az alfa beta az mivel lesz egyenlő. Na most ezt be is írom, mínusz pi per 2-től 0-ig. Fz dz-nk, igen, de hát az fz az a valós része a z-nek, tehát jó, hiába írtam fel ebbe az alakba, ugye, sajnos mégse ez lett a nyerő, hanem a koszinusz t plusz i szer szinusz t-s alak, mert csak a valós részét kell vennem ennek a függvénynek, az pedig ugye nem lesz más, mint re z, ez egy t, az csak simán a koszinusz t függvény. Jó, tehát akkor ide csak a koszinusz t-t írom be, ezt meg kell szorozni a z-nek a t szerinti ugye a deriváltjával. Az exponenciális alak persze az egyszerűen csak i-szer e ad i-t adnád, de sokkal könnyebb lesz most, hogyha úgy számolunk, hogy ugye ezt a trigonometrikus alakot fogom deriválni, tehát akkor itt innen z vesző t, az egyenlő mínusz színusz t, és plusz i-szer koszinusz t lesz. Jó? Tehát ezt meg kell szoroznom. Mínusz színusz t, és plusz észel koszinusz t-vel dt. És itt emlékszünk rá, hogy ez a sorok görbéknél már számoltunk ilyen integrálokat, tehát tulajdonképpen csak azt ismételjük meg, amit már ott begyakoroltunk.
Minusz pi per 2-től nulláig záróját fölbontom, minusz színusz t, koszínusz t, meg hisz koszínusz négyzet t, dt-t kell, tehát itt az integrálási technikákra van szükség. Most a színusz t-szer koszínusz t-t azt nagyon sokféleképpen meg tudjuk csinálni. Mi ott minusz színusz t-szer koszínusz t van, ugye? Én most itt a, hú, milyen betűt használjunk? Az út másra szoktuk, a v-t is, s. Jó lesz az s-nek? Jó lesz, nem az s. S egyenlő koszínusz t helyettesítéssel, akkor az s vesző az minusz színusz t. Azaz, ez tovább egyenlő lesz, ugye s ds-sel. Jó, ugye ez itt a ds per dt. Tehát, ahogy megtanultuk, azaz ez egyenlő lesz 1/2 s négyzet plusz c-ből, egyenlő 1/2, ugye egy koszinusz négyzet t plusz c-t kapok. Tehát azzal van nincs probléma, ez még szükségem lesz a koszinusz négyzet t-re, ugye itt pedig azt használom ki, hogy koszinusz négyzet t az egyenlő 1 plusz koszinusz 2t per 2, tehát a koszinusz négyzet t-nek az integrálja az az 1 plusz koszinusz 2t per 2-nek az integrálja lesz egyenlő, tehát akkor ez itt 1/2 t. És itt ugye a koszinusz 2t a belső függvény miatt ugye még osztani 2-vel, tehát ez itt 1/4, és ugye a koszinusznak a színusz lesz a primitív függvénye. Jó? No, tehát akkor ezek alapján ez nem lesz másmit. Ugye itt ez 1/2 koszinusz négyzet t, ez pedig, na itt az i betűnk, hát akkor ugye i szer, 1/2 t, hát ki is emelhetem, 1/2 t, meg 1/4 színusz 2 t, és ez kell, ugye, a 0, illetve a mínusz pi per 2 helyen kiértékelni. Akkor jöjjön a kedvencünk, a koszinusz függvénynek a grafikon, illetve a színuszé. Ez a gyönyörű hölgy. Tehát ez itt ugye a pi, pi per 2. Tehát ez lesz a koszinusz. Jó, koszinusz t használom. És akkor a színusz függvény, legyen zöld, de ami hamarabb megy, tehát ugye az itt így néz ki. Ne legyen már olyan csúnya a rajz, és segélypontokat veszek fel. Jó, tehát ez lett a rajz a színusz t-nek, a zöld, és akkor ezek alapján ugye szükségünk van arra, hogy 1/2 koszinusz négyzet nulla, meg i-szer. Tehát a nullát ide beírom, akkor ugye ez itt nincs is. Ugye, mert t helyre nullát írom. 1/4 színusz nulla. Ebből kivonom az alsó határhelyen fölött értéket. 1/2 koszinusz négyzet a mínusz pi per 2 helyen, meg i-szer. Itt van 1/2 szer mínusz pi per 2, meg 1/4 szorozva színusz, és akkor ugye 2-szer t a mínusz pi helyen, és akkor nézzük, hogy melyik mivel lesz egyenlő. Tehát a koszinusz a nulla helyen ugye 1-et vesz föl, tehát ez itt 1, a színusz a nulla helyen 0-át vesz föl, koszinusz a mínusz pi per 2 helyen, ugye? Tehát itt ez a koszinusz, hogy mínusz pi per 2 helyen 0 értéket veszik fel. A színuszunk a mínusz pi-ben, hát az alapvetően elég messze van, de talán még itt a fért, és akkor itt ez. Ugye odaírom, hogy ez itt a mínusz pi, de jól tudjuk, hogy a színusz páratlan, tehát akkor ez mínusz színusz pi, de hát színusz pi az egyenlő 0, tehát akkor ez is itt ugye a 0 értéket fogja adni. Azaz, az marad, hogy ez itt 1/2, 0, ez is 0, ez is 0, tehát akkor itt van nekünk, vigyázzunk, mínusz, mínusz, mert a plusz,
plusz ugye tippel 4i.